Sziasztok! Én Eliaszki Dénes vagyok, köszöntelek ismét titeket. A Notebook.hu által sikerült a kezembe vehessek egy csodálatos és egyben lenyűgöző készüléket, ami nem más, mint a Samsung S8 Plus. Sokan vártátok már, itt van, megérkezett, és most segítek nektek még jobban megismerni ezt a csodát. Nyugodtan mondhatom, hogy a Samsung Galaxy okostelefonpiacon a gyártók kihozták a maximumot abból, ami az elmúlt években az okostelefonokról kialakult kép a felhasználókban. Ez mind bizonyítja az iszonyat erős processzor, RAM, tárhely, de ami még nagyszerűbb, hogy elképesztő mennyiségű pixel zsúfolódik össze a zseb-kompatibilis kijelzőnkön. A kamerák teljesítménye is több, mint elég, hogy ütős képeket lőjünk a nyaralásról. Oldala persze ívelt, mondjuk nem éppen annyira, mint az előző Edge modelleknél, de így is extra minőséget nyújt a képernyője. Személy szerint nekem így sokkal exkluzívabbnak és letisztultabbnak hat a készülék. Ahogy láthatjátok, a kijelzője hatalmas lett, viszont a készülék mérete a megszokott maradt. Felső kategóriás vetélytársaival szemben széltében kisebb. Nálam a tesztelés során bebizonyosodott, hogy hiába a kisebb szélesség, a pixelek számát elnézve még így is megelőzi a vele versengő csúcstelefonokat. Telefonképernyőjéről szinte alig tudtam levenni a szemem, és szakmámból adódóan egyből a videókat kezdtem böngészni a YouTube-on és a Vimeo-n. Meg kell hagyni, ezt méletlen minőségben adja vissza bármely magas pixel számmal rendelkező filmnél, videóképnél a látványvilágot. Ahogy láthatjátok is, ahhoz, hogy a kijelzőnek teret adjanak a tervezők, az új lenyomatolvasós home gomb, illetve a mellette lévő két kapacitív gomb eltűnt a készülékről. Ezzel pedig a Samsung jó ideje kőbevésett formatervtől szabadul meg. A Galaxy S8 széria ezzel a legeredetibb, legsamsungabb készülék a széria rajtja óta. És ugye akkor itt jön képbe az a dolog, amit eddig csak fejtegettem. A Samsung S8 Plus igazán spéci képarányjal dolgozik, 18,5:9-es képarányt választottak, ami lehetővé teszi az egykezes kezelését a telefonnak, illetve az online tartalmak megjelenítéséhez is sokkal ideálisabb, ugyanis több szöveget tudunk begépelni a készülékbe. Megjegyzem, szerintem nem kell túragoznom azt a tényt sem, hogy a Samsung S8 Plus Super AMOLED panellel érkezett meg a felhasználókhoz. A szoftverre sem lesz panaszom, hiszen az is rengeteget fejlődött, és jó irányba halad. Gyorsabb, felhasználóbarátabb lett az Android 7.0-ra húzott szoftver. Van egy nagy előnye még a telefonnak, amit nagyon kedvelek benne. Oldalt van egy gyors funkció menü, ahonnan egyszerűen meg tudom nyitni bármelyik programot gyorsan és egyszerűen. Ezáltal nem kell minden programot kipakolnom a kezdőképernyőjére. A telefon egyébként hasít, az izmos hardware mindenféle tartalmat erőlködés nélkül megjelenít, a weboldalaktól a látványos grafikájú játékokig. Hatalmas újítás az iparágban, hogy elérhetővé vált a telefonon a multitasking felület is, ami nem mást akar, mint hogy egyszerre két alkalmazást is futtathatunk osztott képernyőn. Gondolok itt például arra, miközben SMS-t írunk, egyúttal egy YouTube videóra is rápillanthatunk. Kitérve a kamerájára, és nem szeretnék, vagyis nem is tudok erre a részére sem panaszkodni, hiszen nincs miért. Itt is csak előnyben részesíteném azt, hogy nem feltétlenül fontos, hogy egy telefonnak két kamerája legyen ahhoz, hogy gyönyörű képet lőjünk vele. Alapvetően azonban elmondhatom, hogy bőven megállja a helyét a szenzor a csúcskategóriás mezőnyben. A Samsung S8 Plus-ban található 3500 mAh-es teleppel ugyanakkor a telefon intenzív használata mellett is simán kibírt a töltés nélkül az egész napot. Ami problémát okozhat a készülék vásárlásakor, az nem más, mint hogy az árcéduláján egy kicsit meg fogunk lepődni, de amit most mondok. Ha valaki rászánja azt az összeget, akkor most garantáltan az okostelefon piacon elérhető maximumot kapja. A Samsung S8 Plus eddig vitathatatlanul a legmenőbb idei hardware. Végezetül szeretném megköszönni, hogy ma is velem tartottatok, ha bővebb információra lenne szükségetek, akkor látogassatok el a notebook.hu oldalára, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és kövessétek figyelemmel legközelebb is a következő termékbemutatónkat. Sziasztok! We'll be right back.